Ça fait une certaine. Qui est de ça? Un homme mec. Ouais, quoi, c'est pour eux. Azt szeretném megkérdezni, hogy önök szerint az normális, hogy egy cég 120 órába túlépheti a határértéket, az napi szinten 19 perc. Ők minden nap szennyezik a környezetüket, napi szinten 19 percet biztos, de többet is, mert ha kiáll ide, lehet, hogy most az ön fejére is potyog a korom. 19 perc napi üzemzavar, az szerintem nem üzemszerű működés, ez az üzem, ez hibásan üzemel. A jogszabályok teszik lehetővé, méghozzá Európai Uniós jogszabályok teszik lehetővé ezt a 120 órás működést, hiszen ezeknek a nagy teljesítményű erőműveknek a működéséből adódik az, hogy nem tudják beállítani úgy, hogy a határért nem tudják beállítani a tüzelőanyag minőséget állandóra, mert hogyha ott Ez rendben van, de napi szintről beszélünk, tehát az, hogy nekem elromlik havonta egyszer az autóm, az azt mondom, hogy belefér, de hogyha nekem naponta 20 percet meghibásodik az az autóm, az autó az nem autó, az egy roncs, és azt nem használom tovább. Tehát itt napi szintről beszélünk, tudjon, hogy mi potyog a levegőből? Betty, hozd ki a vödröt, légy szíves, mutassuk meg a hölgynek. Jó, köszönjük szépen. Jó, akkor, ha még egyéni kérdések vannak, akkor szívesen állnak rendelkezésre. Köszönjük szépen. És ő nem válaszolt a sajtóképviselőjének, a városi sajtóképviselőjének. Városi sajtónak képviselte. Én úgy hallottam, hogy most válaszolt a főosztályvezető asszony. Azt tudom elmondani, hogy a jogszabály... Miért mondja, nem válaszolt, mikor az elmúlt percekben a főosztályvezető asszonynak válaszolt? Ezt a levelet minden egyes kérdésünkre ugyanezt a választ adja a hivatal. Jöjjenek ide egy hétre, költözzenek ide Ajkára, és tapasztalják, jöjjenek fel a hatodik emeletre, nézzék meg itt fönt a párkányon, nem éregessenek, nézzék meg, mert amikor én fönt a közmeghallgatáson a hölgy azt mondta, elmondta, hogy ez hullik az égből, én azt mondtam, hogy hülyeség, hölgyem, ilyen nem hullhat az égből. Biztos a buszok, mert itt lakik a Kossuth utcában, és a buszok kormoznak, nézze meg, ezt most hozták ezt a kormot. Én erre azt mondtam, hogy ilyen nincs. A lakosság azt mondja, hogy biztos gumit égetnek. Nem, biztos nem égetnek gumit. Én azt mondom, hogy biztos azt égetnek, amit szabad nekik. Tehát mi nem mondjuk azt, hogy ők olyat csinálnak, amit nem szabad. Mi azt is elfogadjuk, hogy nekik ezt megengedik. Viszont az Európai Unió azt is előírja, hogy a szállópor, a PN vagy PH10, PN10 és a PN2,5, az semmekkora mértékben nem megengedett, mert a legkisebb mértékben is káros az egészségre, törekedni kell arra, hogy minél kisebb mértékbe kerüljön ki a környezetbe. Ehhez képest mindenki széttárja a kezeit, és azt mondja, hogy ja, nekik megengedjük, hogy mérgezzék az embereket. Hogyha az Európai Unió ezt leírja, hogy méreg, akkor miért hivatkozunk mindig erre, hogy határértéken belül vannak, és ők ezt csinálhatják? Hát az emberek egészsége az minden pénzen fölül kellene állnia, nem? Tehát attól félnek az emberek, bocsánat, hogy önbefolytottam a szót, attól félnek az emberek, hogy betegek lesznek. Az anyuka nem tudta kivinni tegnap a csónakázótó környékére, ami a városnak a szíve, mert az egy zöld terület, és azon panaszkodik, hogy nem tudja kivinni a gyermekét a csónakázótó környékére, mert potyog a korom a fejére. Azt tudja, mi hölgyem, ez már kiskorúak veszélyeztetése. Nem, én megértem, és a Baponyi ZRT is tesz lépéseket. A kettő kéményéből az egyiknél már a filtereket kicserélte, a másiknál is folyamatban van a filterek cseréje. Jelenleg is filterrel működik, de most újabb beépítése van folyamatban a második kéményében is. A Baponyi erőmű azt nyilatkozta, és ez biztos, hogy így is van, mert a technológiája nem engedi meg, hogy a kazán indításánál nem mennek a filterek, hiszen elektrofilter van, azt fel kell fütteni, akkor tudja bekapcsolni. Ezt el tudjuk fogadni, ezzel semmi gond. A következő szavával azt mondja, hogy de már emberek, mi már gázzal gyújtunk be. Kérdem én, akkor miből potyog ez a korom? A begyújtás, hiszen fa és szén tüzelésű a... Biomassa, tehát nem fa és szén, hanem mindenféle szerves fa hulladék, amit összegyűjthetünk. Tüzelésű. Jó. Fa és köszönjük szén tüzelésű. Köszönjük szépen másoknak. Van.